Mikrotik Shorts. Tippek, trükkök, praktikák tőlünk, nektek. Hétről hétre új tartalommal, tartsatok velünk! Hallottál már a gonoszról, a csúf ingyenes gyúdról? Mert hogy a Mikrotiknek van ám egy monitorozó ami ami server-kliens megoldás, ráadásul grafikus, képes automata hálózat felderítésre, riasztásra és meg annyi más dologra, ami a hálózati operátorok életében előfordulhat. A szerver kliens működés már csak azért is izgalmas, mert a szervert futtathatjuk abban a hálózatban, amit éppen felügyelni szeretnénk, míg a kliensünk ülhetünk akár a világ másik végén, szóval a kettő között nyilván majd valamilyen IP kapcsolat fog felépülni. Korábban ebben a részben itt már beszéltünk a CHR-ről, annak licenszeléséről, specialitásairól, eljött az ideje, hogy foglalkozzunk egy kicsit a gyúddal. A gyúd szerver komponense nem csak routerbordokra, Ugye többféle architektúrára, a teljességénye nélkül Tile, Arm, MultiMips, akár X86-os alaplapok, illetve nyilván azért ülünk itt ma, hogy a CHR-ről beszéljünk és a CHR-be telepíthető változatról. A szervet beszerezni és feltelepíteni nagyon egyszerű. Ellátogatunk a MikroTik weboldalára, a szokásos szoftver szekciót választjuk, és mi esetünkben, mivel most CHR-ről beszélünk, a Cloud Hosted Router menüpontot fogom szétnyitni, és itt megkeresem az Extra Packages nevezetű letöltési lehetőséget, nyilván a saját verziómnak megfelelőt, hiszen ebben az Extra Packages zipben lesz majd benne a gyúd is. Miután a csomagot letöltöttem, és a gyúd MPK csomagját feltöltöttem a routerre, amit, mint látjátok, én most itt egy egyszerű drag and drop rögtön meg is teszek, Ilyenkor egy egyszerű szabályos újraindítást követően, tehát System Reboot parancs kiadását követően maga a gyújtcsomag feltelepül, és a következő látvány árul elénk. Létrejött egy új gyújtmenüpont a MikroTik Winboxunk baloldali menüjébe. Ide kattintva töménytelen mennyiségű opciót látunk, de valójában ami minket most érdekel, az a Settings, ugyanis először is aktiválnunk kell ezt a szervert, hiszen alapértelmezetten nem fog elindulni a rúterünkön. A settingsre kattintva mindössze annyi dolgunk van, hogy az Enable checkboxot bejelöljük, és mentjük a változást. Ezt követően már lehetőségünk van a gyújt klienssel hozzácsatlakozni, és elkezdeni a hálózat felderítést, illetve a térképeknek a rajzolását. Na de milyen felhasználóivel is jelszóval? Nagyon egyszerű, mivel router be integrálódott maga a gyújt szerver, így a routerünk felhasználóit fogjuk tudni majd alkalmazni és használni a csatlakozás során. Érdekes, hogy például akik rádiusz autentikációval üzemeltetik a rútereiket, tehát nem a lokális felhasználói adatbázis, hanem mondjuk rádiuszt használnak az administratív felhasználóknak a beléptetésére, ellenőrzésére, ők ezeket a rádiusz felhasználókat is használhatják a gyúdba való bejelentkezésre, ami nagyon kényelmes és kiterjeszthetővé teszi ezt az autentikációs megoldást. Nézzük, hogy hogy történik a kliens telepítése. Ugye a kliens, az szintén a szoftver szekcióból a Dude Client letöltési lehetőségre kattintva tudom telepíteni. Ugye itt ne számítsunk másra, sajnos csak Windows-os verzió érhető el. Egyeznie kell a verziónak, mert ha nem egyezik, akkor azt már az első csatlakozás során amúgy is a kliens aktualizálni fogja, tehát a szerverről le fogja tölteni azokat a komponenseket, amire szüksége van. Nézzük a csatlakozást, ugye először is meg kell adnom az IP címet, a portot azt alapértelmezetten hagyom, felhasználó név, jelszó, és már alul jelzi is, hogy töltődnek a megfelelő szignatúrák, a megfelelő adatbázisok a, a, szerverről, és alapvetően ezen az üres képernyőn, ezen a üres lokál térképen találjuk magunkat, ahol azonnal egy device discovery opció felajánlja nekünk, hogy feltérképezi és körülnéz a hálózatunkon, hogy ott milyen eszközök találhatók. De mielőtt belemerülnénk abba, hogy hogyan tudunk hálózatokat monitorozni, és milyen lehetőségeink vannak a gyúdon belül, még egy apróságra muszáj megemlékeznünk, az pedig az, hogy maga a gyúd az adatbázisát és a monitorozáshoz, illetve hát a, a, az adatgyűtöket, és ez szükséges tárterületet nyilván a router fogja elvenni. Ha visszatekintünk ide a router gyúd settings menüpontjába, akkor meghatározhatunk egy adatkönyvtárat, ahova majd a gyúd a saját fájait, aratbázisait fogja rakosgatni. De két lehetőségünk van, vagy a rendszer partíciónkat növeljük meg akkor akkora méretűre, hogy azon kényelmesen a gyúd elférjen, vagy lehetőségünk van akár egy plusz lemezt hozzácsatolni a rendszerünkhöz, és akkor azt egy megfelelő alkönyvtárba felcsatolni a routerolsünkre. A gyúd használatával és konfigurációs praktikájával egy következő részben fogunk foglalkozni. Sziasztok!